tartott sokáig, mert a királyné hirtelen meghalt. Sírt a király, a királylány, sírt az egész palota. Elvette a szomszéd király 13. koraszülött gyárhibás lányát. Azonban csak a király boldog, a kedves kis királylány nem. A királyné ugyanis egy-két nap múlva kimutatta a foga fehérjét. Nem fér meg egy családában, most úgy döntött, elteszi lábadról a királyt. Hívatta az udvari vadászt, megparancsolta, hogy vigye ki az erdőbe és ölje meg. A vadász végül megsajnálta a királylányt, nem ölte meg, csak ott hagyta a sűrű, sötét erdőben. Mivel senkit sem látott, bemerészkedett, és a fáradtság hamarában döntötte. Közben mesetétedek készültek haza a házigó tulajdonosai. És oda bent egy bombanő alszik. A törvényt megtetszett hófehérke, s miután megtudták szomorú történetét, befogadták. Ezért lefeküdtek aludni. Az
Eközben a palotában a hiú királyné cicomászkodik. Elárulta neki, hogy hófehérke él és szászószeg nála, ezért hozzá is láthat a bosszú forralásához.
tükrében meglátta ezt, és szélütéssel egybekötött szívinfarktust kapott. Most már nem volt akadálya a többi, hófehérke és a királyfi boldogságának. Thank you.